Hölgyeim és uraim, nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokféle demokrata jött el a mai rendezvényünkre. Baloldaliak, liberálisok és mérsékelt konzervatívok, olyanok, akiket egy dolog egészen biztosan összeköt, hogy így nem mehetnek a dolgok Magyarországon, ahogy most zajlanak, immár 5. éve. Köszöntse nagy taps Kunhalmi Ágnest, a Magyar Szocialista Párt budapesti elnökét! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Örömmel jöttem. Azért jöttem el ma, mert a városban zajló felszíni felújítások alatt valójában rohad a mély. Ez a város rohad gazdaságilag, rohad kulturálisan és rohad politikailag is. Azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy az elmúlt 4 évben a Fidesz és Tarlós István főpolgármester úr vezetése alatt drámai állapotok alakultak ki a fővárosban. Ha ezt nem hiszik el nekem, a fővárosban ülő honatyák, akkor arra kérem őket, hogy dugják ki a városházáról az arcukat és az orrukat, és nézzék meg a saját városukban, hogyan élnek a budapestiek. Menjenek ki a városházáról, és menjenek ki a budapesti emberek közé. No ne csak a városháza utca végéig jussanak el, és ne csak az 5. kerület határáig, bár néha bemehetnének a parlamentbe némi pénzért a fővárosnak, hanem menjenek el a külső kerületekbe. Menjen el Tarlós István úr, és nézze meg azt, hogy hogyan élnek a fővárosiak például Pest Erzsébeten, vagy hogyan élnek Kőbányán. Menjenek el, és nézzék meg, hogy hogyan élnek a fővárosiak Kispesten, vagy akár Pesszentlőrincen. Nézzék meg, hogyan élik meg a fővárosi lakosok azt, hogyan érzik magukat az emberek, amikor évek óta nincs munkájuk. Évekkel ezelőtt elvesztették, és reményük sincs, hogy új munkahelyet találjanak. Nézzék meg a fideszes fővárosi vezetők, hogy valójában hogyan éli meg egy fővárosi lakos azt, hogy nem tudja kifizetni a bölcsödét, nem tudják kifizetni az óvodát. Vállalkozások zárnak be ma Budapesten. Vállalkozások ezrei mennek ma tönkre Budapesten. Nézzék meg a saját szemükkel, ha nem hiszik. Emberek, ha azt hiszi a Fidesz, hogy annak nincs következménye, hogy az elmúlt 4 évben 600 milliárd forint értékű vagyont veszített el a város, és ezt Tarlós István főpolgármester úr hagyta. Ne finomkodjunk, emberek, mondjuk ki, hogy az, amit a városban vagyonvesztés történt a fővárosban, az politikai és erkölcsi értelemben is kimeríti a hűtlen kezelést. Tudják ezek a fideszesek, bármilyen hangosak is, és bármekkora felhatalmazást is kaptak, tisztában vannak azzal, hogy a politikájukkal mit okoztak a fővárosi emberek életében. A korábbi baloldali többségű időszakhoz képest, ha csak a szociális kiadásokat nézem, kimondani is borzasztó, 45-ére csökkentek a szociális kiadások. Kérem minden városvezetőt, és minden politikus politikáját is az minősíti, mindenütt a világon, ahogy bánik a szegényeivel, ahogy bánik a legelesettebbjeivel. Ezek a városvezetők,
ezek a városvezetők nyugodtan ki lehet mondani, hogy érzéketlenek és cinikusak. A saját hatalmuknak örülnek, de az emberekkel nem törődnek. Miközben az egyik belvárosi, kerületi fideszes polgármester közel 500 000 forintos hátizsákot hord, ami egyébként egy közmunkásnak ám az egész éves bére, de nem az a baj, a nagyobb baj az, hogy elfelejti bevallani a vagyonnyilatkozatába az összes vagyonát, eközben emberek, a regisztrált munkanélküliek száma majdhogy nem megkétszöreződött az előző ciklus átlagához képest. Miközben az egyes kerületi fideszes vezetők közpénzből utazgatnak horvát és olasz turista paradicsomokba, budapestiek 22%-a tervez külföldre munkavállalást, és ők nem a tengerpartot mennek ám megnézni, hanem bizony kőkeményen munkát vállalnak, és azért mennek el, mert itthon már semmilyen boldogulásuk nincs. És miközben emberek, egy valaki a vidéki kiskertje végén egy mondhatni elég nagyocska sportcsarnokot építhet. Aközben Budapesten 2008 és 2009 körül is több mint négyszer annyi lakásépítési engedélyt adtak ki, mint tavaly. Hát milyen vezetők ezek? És ami a legfelháborítóbb, ami a legarcpirítóbb, Tarlós István hol tagadja, hol elismeri, aztán megint tagadja, aztán megint elismeri, hogy a 3-as metró valójában életveszélyes. Hát azt hiszem túlzás nélkül kimondható, Budapest jelenlegi vezetése nap mint nap orosz rulettet játszik a budapestiek életével. De nekünk egy valamit tűpontosan kell értenünk. Budapest lepusztulása nem a főváros, hanem az egész ország problémája. Ami ma Budapesten elvész, az bizony hiányozni fog holnap az ország egészéből. Ha emberek, ha Budapest gazdasága leáll, ha tönkreteszik, akkor nem lesz Debrecenben kórházfelújítás, de nem lesz Miskolcon sem iskola, és az a Kinkeservesen megépített hódmezővásárhelyi villamos is le fog rohadni. Ha pedig elvész a vidéki iskola, elvész a vidéki tudás, a kórház, akkor a boldogulásukat éppen Budapesten kereső vidékiek rokonai és családtagjai is egyre lehetetlenebb helyzetbe fognak élni Magyarországon. De mi tudjuk, hogy a jelenlegi kormánynak nincsen semmilyen más válasza, a jelenlegi vezetésnek sincs semmilyen válasza csupán. Egy mindenre az, hogy központosítani kell. A központosítás esetükben nem más, mint a szakmai és politikai tehetetlenség és tehetségtelenség beismerő vallomása. Aki kérem nem képes ma Magyarországon mást mondani, hogy csak központosítani kell, az nem ért a helyi sökrétű problémát, és nem érti az emberek, vagy legalábbis lusta, hogy kimenjen és megnézze az emberek helyi problémáját. De ne felejtsük el, és legyen óvó tekintetünk azon, nézzék meg, mit csináltak Lebersberg intézmény fenntartó központ az iskoláinkkal, hogy mennyire elvesztette a központ a valósággal, a hétköznapi emberek életével és a gyerekek problémáival a valóságot. És ebből bizony az alibi kormányzásból van elege a fővárosi lakosoknak és a budapesti lakosoknak is. Hogy csak arra futja a tudományukból, és ebből a nagy hatalomból, hogy nagy dirreldurral utcákat, tereket neveznek át, és még akkor is megteszik ezt, amikor nagyon jól tudják, hogy a fővárosi lakosok kétharmada nem ért ezzel egyet, és nem ért egyet a névváltoztatásokkal. Emberek, ezek elárultak minket. Elárultak.
elárultak minket, mert azt ígérték, hogy minél nagyobb felhatalmazást kapnak, minél nagyobb lesz a hatalmuk, annál méltóságteljesebben és annál jobban fogják vezetni ezt a várost. És én állítom, hogy 1998 és 2002 között, amikor ellenzékbe volt a főváros, jobban ment a budapestiek sorsa, mint most, amikor ők vannak kormányon is, ők vannak a fővárosban is, és bizony ők vannak a kerületekben is. Ki kell mondani, elege van a fővárosiaknak. A fővárosiak bizony váltani akarnak. Mondjuk ki bátran, barátaim, hogy tavasszal a lelkekben már váltott is. Világosan kell látni, hogy április 6-án a váltani akarók megbuktatták és megállították a Fideszt a fővárosban. Április 6-án ugyanis számszerűen több baloldali voks született Budapesten, mint jobboldali voks. Voks és váltani akaró voks született, mint jobboldali. A látható többség megvan Budapesten. Hát mit gondol ez az ország? Mit gondolnak a fővárosiak? Hogy miért változtatják meg az utolsó pillanatban az önkormányzati törvényt? Miért hoznak új Budapest törvényt? Azért, mert nincsenek elegen. Azért, mert a fővárosunk még mindig tartja magát, és a főváros még mindig ellenáll. A felelősségünk ugyanakkor egyértelmű és világos. Ezt a számszerű többséget cselekvőképes többséggé kell formálnunk ősszel, ez a feladat. Legyen minden fővárosi számára világos, és legyen mindannyiunk számára világos, hogy az őszi váltáshoz mindenkire szükség van. Minden váltani akarót hívunk, mert csak együtt tudjuk beteljesíteni azt, amit 6-án már a baloldali szavazók beteljesítettek. De ne legyen semmiféle félreértés sem. Azt akarjuk, hogy mindenki értse. Erőink egyesítése nem a baloldal őszi győzelme miatt fontos elsősorban, hanem azért, mert a drámai budapesti állapotokkal és az előttünk álló hatalmas feladatokkal a következő években csak együtt tudunk megbirkózni. Most minden szellemi erőforrásunkra szükségünk van. És azok, akik ezt nem értik meg, és a baloldaliság kontra liberalizmus hamis dilemmájába menekülnek inkább, az nem figyel arra sem, hogy a szabadság és a szolidaritás egymást feltételezik. Az nem érti valójában, hogy az innováció, a beruházás ösztönzése és a markáns munkavállalói érdekképviselet a kormányzó képesség lakmusztesztje valójában. Mindkét képességre joggal várják el egyszerre a szavazók egy intelligens és cselekvőképes baloldaltól. Kedves barátaim, a tavaszi eredmények világosan megmutatták, hogy a baloldaliak és a váltani akarók többsége az többségben van Budapesten. Nincs eleve elrendelve a Fidesznek a hatalma, és ősszel, higgyétek el, egy egész ország fog drukkolni a saját fővárosának. Köszönöm szépen!